Gyümölcsleves, csirkés tortilla és sütőtökös muffin. Ez volt a menü a legutóbbi főzőklubon. A Nyírdiabet Egyesület 2017 óta szervez ehhez hasonló közös programot, annak érdekében, hogy az egyes típusú cukorbeteg gyermekeknek és szüleiknek segítsenek az étrend kialakításában. Az érintett fiatalok naponta többször kapnak inzulint, de emellett többször kell a vércukorszintjüket is mérni. A kezelésben ezeken túl fontos a megfelelő étrend kialakítása is. A főzőklubban dietetikus is részt vesz, valamint dr. Kántor Irén, a Józsa András Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa is segít a felmerülő kérdések megválaszolásában. A diéta megtartásához a legfontosabb, hogy a cukorbetegek megtanulják kiszámolni az ételek szénhidrát tartalmát. Azt, hogy mikor pontosan mennyit ehetnek, milyen szénhidrátot, a szénhidrátok összetételét, és ezt az, hogy egy ételben mennyi szénhidrát van, és vannak nagyon jó dietetikusaink, akik ezeket megtanítják a gyerekeknek, itt pedig élőben tudjuk gyakorolni. Meg kell tanulniuk, hogy egy alma, egy kenyér, egy tészta, rizs, hirtelen most csak ennyi jut eszembe a legfontosabb dolgok, ezekből mennyi szénhidrátot tartalmaz, és akkor ezt szépen ez alapján össze kell állítaniuk az étrendjüket. Úgyhogy egészséges is legyen, szénhidrátban megfelelő mennyiségű legyen, tápláló, színes, ízletes, egy igazi étkezés legyen, ne csak 30 g szénhidrát. A Nyírdiabet Egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy az egyes típusú diabéteszes gyerekeknek és családjaiknak segítsen, közölte Szabó Né Balogh Zsuzsa, a szervezet elnöke. A főzőklubbal azt is próbálják elérni, hogy egy idő után szinte ránézésre meg tudják állapítani a cukorbetegek, hogy mennyi szénhidrátot tartalmaz egy-egy étel. Ennek például a menzás étkezésnél veszik nagy hasznát a gyerekek. Nyírdiabet Egyesületen keresztül bárki csatlakozhat hozzánk. Elsősorban mi Szabolcs megyében karoljuk össze, de nagyon szívesen várjuk esetleg a távolabbi megyékből érkezőket is. A főzőklub mindig valamilyen tematikára épül rá, és azon kívül, hogy ugye bár itt megtanuljuk a szénhidrátot számolni és a diéta fontosságot, azon kívül egy nagyon fontos közösség összehozó szerepe is van, hiszen nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy nincsenek egyedül ezzel a betegséggel, kialakuljanak egy kis baráti kör. Épp ezért kétféleképpen vannak a foglalkozásaink, először is a kamaszoknak, ami most például most a kamaszoknak van. Ide 12 évtől várjuk a fiatalokat, 18-20 éves korig, ameddig csak akarnak, és akkor ők itt együtt játékosan főznek. A másik pedig a kisebb gyerekeket várjuk a szüleikkel, ahol meg anyuka is a gyermek főz együtt. Az ingyenes főzőklubban egyszerre 15-en vehetnek részt a konyha férőhelyei miatt. Legközelebb november 17-én a Diabétesz Világnapján szervez újabb főzést az Egyesület.